that's one of my dogs. Lafayette, 4 times champion. And with about 20 different judges. So it's not that... Just one judge. Yeah, that's it's good. Not that one judge. And Ozan Belkis didn't really... He wasn't impressed this week. So it's also judge-related. Which is okay. Yeah. Then you learn that some judges they prefer. And one of our tasks would be to educate judges. Not mine, but Keith's task would be to educate as judges well, to get to know Kanga. Arról van szó, hogy nagyon szubjektív a Kanga megítélése, a kutya megítélése, még a bírók szemével is. Egy török bírónak ez a kutya annyira nem tetszett, aki a KIF alelnöke, és a török Kangal klub elnöke meg kitűnőre osztályozta, úgyhogy erről van szó. Ez a Lafayette, aki nem találkozott vele. Igen. Látod, más is lehetek, vagy csak a Lafayette? Lesznek itt kutyák. Nem úgy értem, már most mindenki mondta, hogy nem tetszett annak a bírónak. Én látott egy másikat, lehet, hogy az is itt lesz, nem tudom. Az Ada kutya. Ada, neki is volt egy alma, amikor ti voltatok, kerestetek, neki volt a legidősebb alma. Aha, legelő. Igen, legelő. Igen, ő az legelső kutya. Az volt, az igen. Az. A Kachnics úrra volt. Na, szóval a lényeg az, hogy a bírókat is képezni kell, hogy ismerjék meg a Kanga standardot. És én most a standardról szeretnék beszélni. Először is ez egy török fajta, ez egy török nemzeti kincs. És a mi egyesületünk ezt igyekszik úgy is kezelni, és kellőképpen megőrizni ennek az értékét, a minőségét, és nagyon odafigyelünk, hogy ez kontroll alatt legyen, és ezért külső segítséget is kérünk. Az egyesületünk szerződésben áll a KIF-fel, aki a török szövetség, és mondhatnám azt, hogy heti kapcsolatban vagyunk velük, és a fő csapásvonalakat, amelyeket ők javasolnak vagy meghatároznak, azokat követjük. És a KIF ugye teljes körű tagja lett a FCI-nek, és lehet, hogy már a jövő hónapban Magyarországon nálunk lesz Vasadon az első olyan kiállítás, amikor a Kangal teljes nemzetközi elismertséget nyer el. So, Kangal is a Turkish breed. It's a national treasure. And that's how we treat it and that's how we consider it. We do take outer help or guidelines for doing the work right, mostly from KIF and from Turkish Kennel, from Turkish Kangal Club. KIF has became a full member of the FCI, and as such, we need to obey some rules, some guidelines, which we don't cross. Ez egy 1914-ben készült fotó, a baloldali. Ezt a kutyát keressük, ez a Kanga. This is a photo from 1914, shot somewhere in Turkey, with Turkish soldiers, and this is the dog we are looking for. A jobboldali képet nem tudom, hogy ki és mikor készítette.
ez sem egy új keletű kép, ezek is kangal kutyák. The right side photo is made by unknown for me person and I don't know where, but it's obviously that the dogs are kangals. Itt pontosan látszik a kutya koponyája, feje, maszkja, fülei és a mérete. Mind a két képen. Here we can clearly see the shape of the head, the size of the head, the masks, the position of the eyes, the ears, and the size of the dog. Miért fontos ez? Ez azért fontos, hogy őrizzük meg azt, ami valamikor volt. Tessítsük be, Jafára. Őrizzük meg azt, ami valamikor volt, és ahonnan ez a kutya elindult. This is important that we are able to preserve where this all starts from and to keep the breed as in shape as it was ages ago. A viselkedés. Nagyon kiegyensúlyozott kutya. A viselkedés maga az, amiről egy hétig lehetne beszélni. És most ezt nem fogom megtenni, tőmondatokba fogok beszélni, és a végén bárki bármit kérdezhet, és én igyekszek válaszolni, remélem, hogy sikerül is. Ő egy nagyon kiegyensúlyozott kutya, önállóan hoz döntéseket. Ez azt jelenti, hogy nem minden feladatra alkalmas. Mostanában hallottam a hírt, hogy rendőrkutyát kívánnak belőle csinálni. Nem tudom, hogy hogy fog sikerülni. I'm talking about Kangal's behavior. He is very, very steady dog, very balanced dog, and he's making decisions on his own. Recently, I heard the news that they're trying to make a police dog out of him. This would be the second attempt. I don't know how it's gonna end up. I have my doubts, but let's see what happens. Nagyon-nagyon büszke kutya, és nagyon nagy az önbizalma. Ez miben nyilvánul meg? Azonnal is abba a pillanatban, ahogy egy másik kutyával találkozik, ő megköveteli a dominanciát. Aki több kutyát tart, több kangalt, vagy több különböző fajtájú kutyát, köztük legalább egy kangalt, az tudja, hogy még ha a kangal nem is a legerősebb, van nála egy erősebb kutya, ő akkor se fog belenyugodni. Nagyon-nagyon ésszel kell tudni kezelni, és olyan helyzetbe kell hozni a kutyát, hogy ebből neki hátrány ne származza. He's a very dominant dog. For people that have various numbers of dogs, hobby dogs and kangals, or at least one kangal in the team, would know that kangal is the dominant one. Even if he is not the strongest one, he will not settle with that. So we need to take good care of this issue and treat it the right way. What is the right way? Everybody, according to his own ideas and own experience, I don't have a pattern that I can tell you this is to be done. Hogy mi az, hogy hogyan kell kezeljük ilyenkor ezt a helyzetet, ezt mindenki a saját falka tapasztalatából, illetve a kutyák interakcióból eldönti. Több olyan helyen voltam, ahol felváltva vannak elengedve a láncolva a kutyák, pontosan azért, hogy a bajt elkerüljék. A kangal nagyon védelmező. Ő
a nyájat, a családtagokat, a gyerekeket, még az idegen emberek gyerekeit is védelmezi. He's very protective dog. He's protecting the livestock. He's protecting the owner, his family, the kids, and also kids from other people which are around him. Ez abba nyilvánul meg, hogy a kangal keresi az emberek közelségét. Lefekszik egy pár méterre és figyel. És még ha úgy tűnik, hogy alszik vagy pihen, lehet, hogy az pont igaz is, de vannak antennái, hogy fölmérje a helyzetet és kellőképpen reagáljon. He is able to be around people. He's looking for a company of people. He lays down on 3-5 meters distance and he's monitoring the situation. What he does is he's looking for an incident that doesn't fit the picture. He is looking for something abnormal for that situation according to his own standards. Ahogy ő ezt teszi, ő arra figyel, hogy mi az, ami nem egy normális helyzet abban a szituációban. Konkrétan, hogyha a gyerekek verekszenek, visítanak, szülő seggen billenti a gyereket, a kutya reagál. Nem történhet ez úgy meg, hogy a kutya fekve maradjon is, és nyugodt. A kutya nagyon, a kangal, ugye ő először is pásztor kutya. Arra a célokra tenyésztették ki, hogy őrizze a nyájakat. Törökországban. Falkában dolgoznak. Egy kangal az nem kangal. Kettő kangal az már kezd kangalnak tűnni, és 3-4-5 az már egy funkcionális kangal csapat. Össze tudnak dolgozni. Kangal has been bred to protect the herds, the sheep, and it's a team worker. One kangal is not a kangal. Two kangals may start look like something, and 3, 5, more 7 dogs, they work as a kangal team, and they have their own position and their own duties. Különböző feladatokat látnak el a falkába, és különböző pozíciójuk van a falkába. Van olyan kutya, amely a megfigyelő. És akkor a közeli magaslatokról, távol a nyájtól figyel. És ő fog majd jelezni az alsó kutyáknak, akik a nyájhoz közel. There is a kangal which is positioned on a hillside, distant from the sheep, where he can observe very good the territory, and that he will monitor and give sign for the other dogs for action. Még egy nagyon fontos dolog a kangal tulajdonságánál ez. Ez fontos, hogy elhangzon. A kangalok rasszisták. Ők a saját fajtájukat megtűrik, és a többi kangalt, de az ő szemszögükből nem kangalt, vagy nem eléggé kangalt, vagy más fajtájú kutyákkal csak akkor jönnek jól ki, hogyha kölyökkor óta együtt csiszolódtak össze, és együtt nőttek fel. Kangals are racists. They can get on with other kangals relatively good. But it's very difficult to put them together with other breeds or mixed breeds to live together and to be equal partners. So
Szóval egy másik kutya egy kangala nem lehet egyenlő. Nehezen tudnám elképzelni, hogy ezt a kinti csodálatos előadást, ami az udvaron volt, ezt kangalokkal meg lehetne csinálni. Ezt így 10 plusz év után azt mondom, hogy kizártnak tartani. So I would say it is impossible, or it would be impossible to have such a spectacular show, dog show like we had outside with the various dogs playing, unrelated dogs playing next to each other and obeying their own owners without making incidents. A nagyon védelmező kutya. A kangal, két történetet hallottam a Don Kártai úrtól tegnap este a vacsora alkalmával, és ezt elő szeretném adni. Amit a Kártai úr maga megélt, hogy tűz ütött ki egy helyszínen. És ott voltak kutyák. Kimentett kangalok, ott voltak kutyák. Kimentettek jó néhányat, kinyitották a keneleket, és a kutyák kimenekültek, kivéve egy, aki ott feküdt, és már a farka égett. És akkor valaki beszaladt, hogy kihozza a kutyát. Az a kutya ott feküdt, és védelmezte a saját kölyköket. A fájdalom tűrő képességük nem ismer határa. Ezzel az emberek vissza is élnek, csúnya módon, és talán erről ennyit, nem is akarom ezt nagyon tovább fitoktatni. A másik eset, ami Szivasz környékén történt egy faluba, ugyanúgy tűz ütött ki, a háziak kiszaladtak, kimenekült a négy gyerek, és egy ójás baba bent maradt. És a család fő azt mondta, hogy ő bemegy, kihozza a gyereket, és a kint lévőek marasztalták, hogy másik négy gyereket fogsz árván hagyni, hogyha most bemész, és ne tedd. És nem ment be, viszont a kangal beszaladt, és pólyástól kihozta a gyereket. Ez nem legenda. És ez egy ismert történet volt abban a faluban, és az a kutya híres lett. A másik, hogy a kangal... What I was interpreting is that Mr. Kártai had two interesting stories about the kangals of his own experience, where kangals saved lives. One is where a bitch was laying on the top of their puppies while her tail was already burning, and somebody grabbed them and took them out. And the other is when the house was burning, and four kids and the family ran out, and one little baby in a cradle remained inside, and the elders from the family didn't let the father go in to pick up the child because four other kids would remain orphans. So the kangal ran in and grabbed the child and brought it out like his own puppy. And that's not a legend. This has happened in Sivas region in one of the villages. Mr. Kártai would be able to tell you where exactly. Itt látunk egy ilyen fejtölcsért a kutyán. A fülekről szeretnék beszélni. Három szögletű nagy fülei vannak a kangalnak. Egészségesebb az a kutya, amelyiknek a füleket levágják. Én támogatom a kangalnál a fülcsonkítást. Meg tudom magyarázni, hogy miért. A fül belülről dús szőrzettel borított. Rálóg a hallójáratra. Hallójáratot elzárja nagy részt, és egy fókusz keletkezik, vagy keletkezhet ebben a zárt térben.
azt úgy vesszük észre, hogy a kutya rázza a fejét. I'm talking about cropping ears. I do support cropping ears, and cropped ear dogs are more healthy than the others. The ears are covered with a thick hair from inside, and when they fall on the dog's head, they close the ear tube, ear channel, and a focus place is being made where various bacteria and various improper things may develop, and the dog starts shaking his head. Vágott fülű kutyánál ez soha nem történhet meg, és nem történik meg. A másik az, hogy jobban hal. Ezt lemodellezhetjük, hogyha bedugjuk a fülünket, meg ha nem. Ugyanezt történik a kutyánál is. Vannak ellenérvek is, hogy esik az eső, és belefolyik a fülébe, meg ilyen dolgok, de ha most mi beleugrunk a vízbe, akkor a mi fülünkbe is belemegy. Mondjuk mi nem tudjuk olyan ügyesen kirázni, mint a kutya, de megoldjuk. Tőlünk nyugatra csak füllel lehet kutyát kiállítani, tőlünk keletre bárhogyan, és Magyarországon is, ez még határzóna, lehet fület csonkítani, de nem kell. Az állatvédelmi törvény nem tiltja, de vannak részei az állatvédelmi törvénynek, amely tiltani kellene. Ez a helyzet. Igen. A kangal kutya nagyon-nagyon toleráns. Toleráns a gyerekekkel szemben. A gyerek bármit megtehet a kutyával. Belenyúlhat a szájába, a fülébe, az orrába, a... Please be seated. Don Carta úr, aki a kangal egyik nagy megmentője Törökországból, és a nagy... a legend. A legend. Itt látjuk a képen, hogy egy szeges nyakőr van a kutyán. Ahogy elérik a kellő méretet és munkába állnak, ezt megkapják, és ezzel élnek, és ezzel alszanak, és ezt megtanulják viselni és hordani. Miért fontos ez? A jó kangal kutya nagyon-nagyon értékes, és amellett, hogy értékes, még drága is. I skipped the previous one, right? No, I did. It's I was talking about the ears that I consider it important to crop the ears. The kangals tolerate almost anything from kids. They can play in their mouth, in the nose, in the ears, eyes, and I have not heard about the case that kangals has attacked or beat a child. 10 plusz év alatt nem hallottam egy olyan esetről sem, hogy a kangal megharapott volna a gyereket. A gyerekek nagy kártevők tudnak lenni, és nagyon szemtelenek, és provokatívak, és durvák a kutyákkal. A kangal ezt birka türelemmel eltűri. Itt látjuk ugye a fül pozicionálását. Ezt a képet Szivasz környékén csinálta a Fatik Csokan úr, aki a török kinti klub elnöke. Itt pontosan látszik, ugye a most egy kicsit pillanatra csak témát váltunk, mert tovább fogok lapozni, és ez nagyon jó erre, hogy szemléltessük.
I will stop here for a second and just change the subject because I will go on, and this picture is good for comparing another thing, which is the color. A kutya színe nagyjából megegyezik az élő környezet színeivel. Ennek a kutyának nem kifejezett a maszkja. Ez azt jelenti, hogy a pigmentáció egy kicsit gyengébb, vagy gyengébb a pigmentáció. Ugyanúgy a szeme is világosodik, a szempigmentációja megfelel a maszk pigmentációnak. Amit én most elemzek, ezek show kutya bírálati szempontok. A kutyát se érdekli Törökországban nyáj mellett, hogy milyen színűek a szemei. Ez nem tény. Magyarországon nagyon-nagyon kevés munka kangal van. Nem több, mint 10. De lehet, hogy sokat mondtam. I'm talking about the pigmentation of the mask. And here it is much lighter pigmentation than the pigmentation of some other kangals. But still, the pigmentation of the mask goes together with eyes. Lighter eyes, lighter pigmentation, and that is in tune. So these elements have got nothing to do with the real life next to the sheep in Turkey. This is show element, and that's how we treat it. The metal color, when the dogs grow to certain age, certain size, he is getting it, and he, from then on, he lives with one. Ez egy többszöri győztes kutya, Izmirben van, a Levent Yildiz úrnál, a Land of Kangal nevezetű tenyészetben. Neki voltak az első olyan show kutyái, amit hivatalosan ki lehetett hozni Törökországból. Tavaly volt egy kiállítás Banyalukában, Boszniában, ahol először az életbe a világon bemutatta külföldön eredeti török országból származó, török tulajdonban lévő török papíros kutyákat. The breeder of this dog is the first Turkish gentleman breeder who has managed to obtain proper documentations and proper licenses to show his dogs on the dog show in Bosnia last year. Was it last year or year before? I can't remember. It was last year. It could be last year, okay. Or maybe a year before, not really sure. Something between. It could be a year before. Lehet, hogy tévedtem, tavaly előtt lehetett, ez nem tavaly. He managed to take out his dog with a proper license, dogs, two of them, with proper Turkish licenses, and go through all these bureaucratical procedures, and managed to take them out and bring them back. Our club is working on being the partner of a Turkish club for getting the males out for spreading the genetical potential with the selected females. A mi egyesületünk, a Magyar Kangal Klub Hungary Tenyésztő Egyesület, az az egyesület, aki azon fáradozik, hogy Törökországból hivatalosan kihozzon meghatározott időre kamokat,
hogy a kiválasztott itteni kutyákat befedeztessük vele. Ez valószínűleg, hogy úgy fog kinézni, hogy egy bizonyos helyen lesznek, ellenőrizve és lebiztosítva, és az engedélyezett fedezéseket meg fogják csinálni, és utána vissza kell majd szállítani haza. Ez egy nagy áttörés lesz, már nem kell utána azzal fáradoznunk, hogy hogyan és mi módon jusson ki a kutya Törökországból. Van erre, meg lesz erre hivatalos mód, és ez nagyban megkönnyíti a tenyésztők dolgát. Ez a kutya, illetve ez a kép, ez nálunk készült a tanyán. Ez egy téli napon készült, amikor jégeső esett, és nagyon hideg volt, szeles, jeges, esős idő volt, és elkezdtek ellenni a birkák. És nekem rosszul esett rackákat tartok, azok viszonylag vadak, és a szabadban vannak, ridegtartásban. Nem bírtam nézni, hogy ott a pocsolyába, a sárba, abban a hideg, jeges vízbe fekszenek a bárányok, újszülött bárányok, és én behoztam őket, és ugyanúgy behoztam még egy kis kutyát. This photo has been made at my place, and that was the this winter, and it was a very snowy, rainy, icy, cold day, and the sheep started to deliver lambs, babies, and I couldn't watch them being cold in the mud in the snow, so I brought them in and I hair dried them, and I brought in a puppy. Szóval megszárítottam a bárányokat, és kicsit bent hagytam, hogy melegedjenek át, és egy kiskutyát is behoztam. Ez a kiskutya ott őrizte a bárányokat, senki hozzájuk nem nyúlhatott. A kiskutya maga pár hetes, és már morgott arra, aki please welcome, és morgott arra, aki mozgatta, nyúlkált volna a bárányok felé. Nagyon nagy a védelmezési ösztönük. Ez a kutya most Kanadában van, Halifaxban. 3,5 napon keresztül utazott, és nagyon megviselte az út, de nagyon-nagyon örül neki a gazdája, és nagyon büszke, hogy kangalja. This puppy has been protecting the lambs. Nobody could have touched them. He himself was a couple of weeks old here. I would say not more than 7 weeks here, but he had already protective instincts. And today he lives in Canada, in Halifax, with a family, and they are not farmers. They just love kangals and. Or actually they love the kangal, they have got one of them. He was traveling 3.5 days, which is a lot for a puppy. Kangals are very playish dogs. They are very smart, and they pick up very easily and very fast what is to be done and what is the game. The top left photo is a dog which is sold in Hungary. He is a panther type kangal, pure breed, and he has been taken to a dog school. On the first couple of occasions he was behaving fine and nice, and he has managed to do all the tasks very, very fast, and the rest of the time
he spent attacking other dogs as a puppy. A felső bal kutya Magyarországon van, kutyaiskolába lett adva, és ő egy ilyen panter típus, vagy párduc típusú kutya. Kutyaiskolába került, nagyon gyorsan megtanulta az ottani kitűzött feladatokat, és a többi időt arra pocsékolta, hogy a többi kutyát támadja. Nagyon sok örömet tud okozni egy kanggal, és nagyon sok meglepetést. A jobb oldali kép nálunk készült a tanyán. Ravasz a kutya, mert keresi a számára megfelelő megoldást. Meleg nyári napon ő belefekszik az itatóba. Ilyen képeket látunk Törökországból is, amikor a hosszú vájukból ugye ott vannak a juhok, a nyáj, és isznak, és a kutya meg belefekszik. The right photo is made on our farm, and it should show how wise Kangal is and how he is able to solve his own problems on his own way. On a hot summer day, he decides to sit in a water pot to cool down, to chill. We do see similar photos from Turkey when the sheep are at the watering place and the dog is laying in the water, cooling himself. The other dogs are also photos from us, the left bottom dog we still have. A többi kutya kép is nálunk készült, és a bal oldali alsó képen szereplő kutyus még megvan, egy csodálatos szuka, az apját fogjuk látni, lehet, hogy az anyját is majd kiderül. Nagyon-nagyon fontos, hogy mindig új és új és új kanokat hozzunk be a tenyésztésbe. Elég egy vagy kettő jó szuka, de kettő jó kan nem elég. Se három, se négy. Kétszer ugyanazt a kombinációt nagyon ritkán csinálom meg a kutyákkal, még akkor is, hogyha csodálatosan jó az előző alom. Két oknál fogva, az egyik az, hogy nem tudjuk, hogy milyen lenne egy másik kombinációval, ha soha nem csináljuk meg, akkor nem tudjuk meg. Meg a véletleneket próbálom kikerülni, és úgy is lehet mondani, hogy kísérletezek. Nagyjából eddig sikerrel, majd a végén látni fogjuk talán azt is. I very seldom make more than twice the same pairing of the dogs for two reasons. I would never know a personality. I'm sorry. Okay, I will speed up. Akkor gyorsítunk egy kicsit a fej. A fej szférikus kell, hogy legyen, gömbölyű minden irányból, és arányos a kutya testéhez, méretét nézve. Nem akarok belegobolyodni matematikai arányokba, százalékokba. A kangalnak van talán az egyik legbonyolultabb standardja, a szerb egyetemen készítették, illetve a szerb egyetemről lettek felkérve emberek, akik Törökországban mentek, ugyanúgy az Urosevics úr, aki az Akbas esetében, és az ő csapata, a Darko Drobnyák úr. És annyira precíz matematikai számítások, arányok, százalékok, hogy használhatatlan. Úgyhogy csináltunk egy ilyen egyszerűbbet, amit könnyebben el tudunk magyarázni, meg megérteni. A jobb oldali felső kép Alexander Mahone nevezetű kutya, ő Angliában van,
És a következő Crafts kiállítás egyik nagy nyertes, díjnyertes pályázója. Ez a pofa rész ugye, hát most már nincs is 5 perce, már csak gondolom 3. Így kell, hogy kinézzen, a Kangalnak van maszkja, idővel őszül, vannak maszk nélküli, vagy a halványabb maszkkal rendelkező kangalok, amelyek ugye idővel, ahogy kórosodnak, úgy veszítik el a pigmentációt, illetve őszülnek. A szeme mandula alakú formájuk színű, és ez is terepen készült kép Szivasz környékén és Ankara környékén vettek mintákat. Ő a Leo nevezetű kutyánk, ő klubgyőztes, egy csodálatos kan, gyönyörű szép szemekkel és nagyon szépen kifejlett kutya. Az utolsó kiállításon alul teljesített. A nyak enyhén ívelt és erős kell, hogy legyen. Nagyon fontos, hogy amikor a kutya mozgásban van, fut, a feje a gerincvonaltól valamennyivel lejjebb kerüljön. Az alsó jobboldali kutya látszik egy kicsit, hogy az orra egy kicsit csukás. Ez azért van, mert az apja ennél erősebben csukás, és ő is a mi kutyánk egyik kedvencem, a török bírónak annyira nem tetszett. Sorry, it's not that I ignore you, I have seconds left. I was talking about the... Yeah, but you can read it on English. Yeah, okay. No, okay. Good. A test mindig nagyon erős, mindig nagyon jól izmolt, és a hátsó lábak kifejezetten, a hátsó lábakban van az előre meghajtó erő. Az energia 3/4-ét, egyesek szerint még annál is többet a hátsó lábakban, vagy lábakból fejt ki. A jobb oldali, ez egy Törökországban készült kép, egy gyönyörű hátsó lábszegelését látjuk, a bal oldali, ez egy angol kutya, John a neve a kutyának, és hallani fogunk róla. Ő a csuka fejű kutya, kicsit csukás, nekem nagy szerelmem és büszkeségem. Egy nagyon-nagyon domináns, talán túl domináns kutya. Ő az, akit nagyon ritkán és mindig felügyelet mellett lehet csak elengedni. Nagyon-nagyon agresszív a többi kannal szemben. Én most már tartok ott, hogy emberileg el tudnám viselni azt, hogy meg kell, hogy oldják, de ő túl értékes ahhoz, hogy ezt én meg tudjam engedni. De lehet, hogy előbb-utóbb lejátsszák a meccset. A kangal farka. A kangal farka a kutya éke, a kutya dísze, csiga alakú. Lehet úgy, hogy kétharmad egyenesen ferdén fölfelé, és csak a vége kanyarodik vissza, szinte egész kört bezárva. Ami hibának számít, amikor lelógna a comb mellé, és ott kunkorodna, az kizárólag egy kiállításon. I'm leaving this for you, there are no photos that I can explain, so... So we go on. Az első lábak erősek, párhuzamosak, szeg egyenesek. Nagyon-nagyon erős tappancsokkal, mancsokkal bír. Itt megállnék egy pillanatra, Törökországban talaj kemény. Köves, szikás, sziklás területen szaladgálnak és mászkálnak nagy részt a kutyák. Ez nálunk
nem feltétlenül úgy van. Az én tanyám egy homokos területen van, ahol a mancsuk elterült. Ezt a bírók is észreveszik, és ezt ők úgy pontozzák, ahogy ezt kell valószínűleg. Úgyhogy ez nem mindig jó, de ez ilyen. Sok újjúság. Ez egy érdekes kép, itt látszik, hogy 6 ujja van a hátsó lábon. És mind a 6 használatban, és kopik a köröm, mind a 6 lábon, 6 ujjon. A sok újjúság, ezt a törökök kimondottan szeretik, és keresik. Ez a kölyök visszakerült Törökországba, és egy kereskedő által, és most már sejtésem szerint egy bizonyos tenyészetben, hát remélem, hogy a saját papírjaival, a saját nevével fogják tovább tenyészteni. Létezik ugyanez, hogyha a farkaskörön följebb van függesztve, és a kutyát ez abszolút nem zavarja, ez teljesen szabályos a kangalnál. Nem kell eltávolítani, talán annyi, hogy a vége, ugye? Kirúgnak. Jó, akkor nézzük meg a képeket. Kirúgnak bennünket. Jön nem, az csak, hogy még a kérdésekre is legyen idő. Igen, jó. Itt van az, hogy mire használja a kangal ezt a sok körmöt, lábat. Hát erre a kangal rendszeresen fára mászik. Nem igaz, ne higgyétek el, hazudtam, viccelek. This is what kangal does with all those fingers and paws, and but that's of course joke. That's not true. And so I see. Yeah. Itt a hátsó láb izmoltságára szerettem volna kitérni, de gyorsítanom kell, mert elfogy az idő. Itt is csodálatosan erős hátsó lábak vannak. A kutya mozgásáról van szó. Legyen mindig szinkronba önmagával a kutya, kiegyensúlyozott. A szőrzete legyen sűrű és erős. Nyáron nyilván rövidebb és télen meg hosszabb. Vannak hosszú szőrű kutyák, amelyek törzskönyvezhetőek, de nem ajánlott, illetve tovább nem tenyészthetőek. És akkor kérdezzenek, legyen szíves, én most még egy pár képet mutatok, és ez a súly és a méret, ez egy táblázat, amely kint terepen készült, és ezek az átlagok, hogy hány kilós kutyából hányat mértek. Szóval a standard nem egy íróasztalnál íródott, hanem a köntöp. Ez én lennék egy török kulturális magazin, említ bennünket. Ezből még talán az egyik kutyánk még megvan, a bal oldali. That's me with my dogs. In a Turkish magazine. Ez a Magyarország első kangalja, az 2008. január 18-án készült. Ennek az anyja is nálunk volt, meg nálunk volt akkor nyilván, de arról már nincs képen, nem volt digitális fényképezőgépünk. Hát ezt meg a kangaljaim hozták haza, szóval ezt nem a szél fújta össze. És mindenki ébredjen fel, vége. Wake up!